Sziasztok! A mai videóban saját készítésű ajakbalzsamot és kézkrémet fogunk készíteni, ami karácsonyi ajándéként is szuper jó ötlet. Ha érdekelt titeket, akkor tartsatok velem! Na, az igazsághoz hozzátartozik, hogy életemben nem csináltam még ilyet. Hasonlót, és nem egyedül. A kozmetikus nővérem segítségével már csináltunk szappan, de már semmire nem emlékszem, hogy azt hogy kellett. De ez is a lényege ennek a videónak, hogy minél könnyebben, minél egyszerűbben, minél könnyebben beszerezhető alapanyagokból szerettem volna készíteni valami ilyen kis beauty dolgot, valami kis ajándékot, amit oda tudunk adni a nagymamának, anyukánknak, akárkinek ajándékba. És reményeim szerint ez olyan pofon egyszerű recept, és olyanok az alapanyagok is, amivel ti is nagyon könnyen tudtok dolgozni, akkor is, ha semmilyen közöttök nincs a kozmetikához, és abszolút nem értetek az ilyesmihez. Na, az az igazság, hogy én is most fogom először kipróbálni, úgyhogy vagy az lesz a videó címe, hogy karácsonyi do it yourself ajándék ötlet, vagy az, hogy hogyan ne csinálj do it yourself karácsonyi ajándékot. Na mindegy, szurkoljatok, hogy sikerüljön. Megmutatom nektek az egészet, hogy honnan szereztem be az alapanyagokat, hogy a recept micsoda, azt is, hogy miket szereztem be, meg persze azt is, hogy hogyan készítjük el, és a végeredményt is. Jelenleg ilyen kis karácsonyi öltözékben vagyok, karácsonyi kis picikémben. Itthon vagyunk most az én, vagyis hát a mi konyhánkban, és itt fogjuk elkészíteni. Na de nézzük először is, hogy honnan szereztem alapanyagokat. Ugye ajakbalzsamot készítünk, és kézkrémet, ehhez kellett nekem alapanyag. Interneten találtam egy webshopot, mindjárt mutatom is. Recepteket pedig szintén internetről, nagyon sok helyről mentegettem le, és bevallom őszintén, hogy ezt a receptet, amit most elkészítünk, már nem emlékszem, hogy honnan szereztem, elnézést kérek, de be fogom mindenképpen a videó leírásába, ide le fogom írni a receptet, ami most ilyen formában van, itt a kis jegyzet itt mellettem, de meg tudjátok majd nézni a videó leírásában egészen pontosan a menetét, hogy mit is csinálunk, meg az alapanyagokat, mennyiségeket is, meg odalinkelem azt a webshopot is, ahonnan rendeltem az alapanyagokat. Na, először is akkor nézzünk egy unboxingot, nézzük meg, hogy akkor hogy is néznek ki ezek az alapanyagok itt a kezemben, megrendelve fizikai állapotukban. Jaj, hát van nekem itt segítő, mint mindig, cicó formájában. Egyébként, ha már így itt vagyunk, összegyűltünk itt az étkezőnkben, akkor megmutatom nektek a kedvenc karácsonyi dekorom eBay-ről. Ez a kis csizma a székre. Hát nem poén. Hát igen, az asztalon van egy kis Notino rendelés, az elmaradhatatlan tartozékom, illetve ezt az adventi koszorút én csináltam még évekkel ezelőtt. Megnézzétek, mi van itt. Ezt meg a nagymama csinálta nekünk. Kis mikulásos szalvéta. Hát nem ennivaló. Meg ez is tök jó, ezt is nem tudom. Lidlben lehet ilyet kapni. Ezt már elhasználtuk nagyjából. Hogy ilyen kis mézes kalács készítő szett, és Bence ezt nagyon éli. Ezt is lehet így rányomkodni, Bence is tudja használni. Hát ezt meg inkább hamarabb megeszi, mint hogy rákerüljön gomboknak, meg ilyesmi, de amúgy nagyon poén. Na, de vissza a konyhába. Na szóval, az első és legfontosabb, kellettek ugye ilyen kis tárolók, ebben lesz az ajakbalzsam. Az az igazság, hogy ennél olcsóban is meg lehetett volna oldani, mert az ajakbalzsam tárolók azok, ha műanyagból vásárolod őket, akkor sokkal olcsóbbak, viszont ezek ugye ilyen papír alapanyagok, és ha már ilyet csinálunk, akkor gondoltam, legyenek természetes alapanyagból inkább. És ez, várjátok, hogy van ez, ezen nincs tekerő? Nincs tekerő. Ja igen, ez így van, hogy ezt így fogod, a lányúzba nyúlsz, és kinyomod, amikor fogy az anyag. Csak mondjuk aztán tudjátok, mint egy fakanállal így
így visszanyomjuk. Na igen, ez így működik. Szóval a lényeg az, hogy ez ilyen 600 forint körül volt, de ilyen 100 forintos nagyságrendért is meg lehetett volna úszni, hogyha műanyagot veszek. Viszont akkor már azért is tetszett ez a megoldás, mert erre könnyebb lesz írnom, meg hát na, akkor már nem műanyagot, igaz? Na, a következő, ezek pedig ilyen kis szív alakú fémdobozok. Egyébként az ahhoz képest egyetlen nem volt drága, de majd ideírom mindennek az árát a videó szerkesztésekor. És ha már ajándékba lesz, akkor már egy kicsit ilyen egyedi pofásabbat szerettem volna, de nyilván ez is olcsóbb lett volna, ha mondjuk ilyen mezei fehér műanyagot rendelek, vagy átlátszó műanyagot. De mivel ajándékba megy, ezért inkább ilyet szerettem volna, ilyen kis pofásot. Pofásosat. Na aztán van itt kettő, két fehér mévias pasztilla, ez lesz majd az egyik alapanyagunk, aztán, ó, a kakaóvaj, ó, mint a fehér csoki úgy néz ki, egyébként tök olyat van, kakaóvaj, ez lesz még az egyik alapanyag, illetve, mint a kevés elviteles kávé, kevíteles kávé, igen, az szokott ilyen dobozban lenni. Na ez pedig 100% seavaj, és hát bármilyen őszintén nem értek annyira ehhez a részéhez, de ez finomított, és én azt olvastam az oldalon, hogy a finomítottat szokás erre a célra használni, amire most én használom. Ebből van kettő, nem biztos a véletlenül, és ugye hát ez is ilyen jó kis papír csomagolásban van, és azt hiszem ennyi. Lehetett volna ezt még tovább fencizni, hogyha valamilyen illóolajat rakunk bele, és veszünk hozzá, vagy hogyha mondjuk E-vitamint veszel, csepettetsz bele, de az már úgy megdobta volna az árát, hogy most már úgy gondoltam, hogy elég lesz ez így is, meg egyébként is nagyon egyszerűt és nagyszerűt szerettem volna. Csodálatos receptem pedig itt van, de ezt majd leírom a videó leírásában mindenképpen, hogy nektek is meglegyen ennél szebben. És akkor még annyit szeretnék újra itt háromszor aláhúzni és leszögezni, hogy nem csináltam még soha ilyet. Reméljük jó lesz. De ha van nektek ilyen bevált ötletetek, receptetek, akár teljes recept, vagy csak két alapanyag, amit összekeversz, és tök jó valamire, mondjuk egy ajakradírra, vagy ilyesmi, azokat nagyon-nagyon szívesen látnám itt a komment szekcióban, és biztos, hogy másoknak is sokat segít, akik nézik a videóimat, illetve arra is nagyon kíváncsi lennék, hogyha ti szoktatok, vagy csináltatok már ilyesmit, akkor honnan vásároltatok hozzá alapanyagokat. Ez mind nagyon hasznos info, és én is csak úttörő vagyok ebben, úgyhogy nagyon érdekel, úgyhogy köszi minden tippet, minden tanácsot, minden jó jön. Köszönjük szépen! Na, de akkor nézzük, hogy ez a recept, ami nekem van két recept, ez most így be fog-e válni, és jól fog-e sikerülni. Na most a szuper receptem szerint egy ilyen ajakápoló tokhoz 2 g mévias kell, és akkor ahhoz a többi dolog. Akkor én úgy gondoltam, hogy 5-öt csinálok, főleg, hogy egyébként a méviaszt ilyen kiszerelésben tudtam ugye beszerezni, ez 10, de, vagy mi az, na, 100 g most, ami azt jelenti, hogy ez jó sok. Na mindegy. Már mindjárt ki fog derülni, hogy kicsit túlszámoltam-e. Na, itt van egy mérleg. Ebbe fogok rakni 5x2 grammot, azaz 10 grammot. Hát azt nem tudom, hogy ez a mérleg mennyire fontos, de szerencsére nem az életünk múlik rajta, úgyhogy biztos jó lesz. Hát ez nem sok, az biztos. Aztán kell ehhez a 10 g méviaszhoz ugyanannyi 10 g kakaóvaj. Azt is beleszórjuk. És akkor összesen kéne, hogy itt 20-at mutasson a mérlegünk. Na, ez nagyjából 20. Ja, hát ez nekem nagyon tetszik. Olyan, mintha sütnénk valamit. Nagyon, nagyon tetszik. Jó, és akkor utána kimérek még külön a seavajból is 15 g-ot, abból 3 g kell ugye agyadakhoz, és nekünk 5 adag lesz. Hopp, ó, ezt leszakítottam. Na mindegy. Szóval ebből kellene 3 g-ot, vagyis 3x5-öt, tehát 15 g-ot kimérnem oda. Na, mennyi az? Ez 25 g. Ez kicsit sok lett. Jó.
16, ó, de jó vagyok, oké, 16 grammal el leszünk, ez jónak tűnik így. Úristen, hát mondjuk végül is, ha megnézzük, ez már azért összeolvasztva nem is olyan kevés mennyiség. És akkor 1 gram extra szűz olívaolaj fog még hozzá kelleni. Én arra gondoltam, mivel ez nem nagyon tud azért szerintem 1 grammot pontosan lemérni, vagy hát nem is tudom, lehet, hogy most hozzá kéne ide spriccelnem azt az 1 grammot. Hopp, és méri. Azt a... Nem tudtam, hogy ilyen pontos a mérlegünk, szuper. Jó, oké, le tudtam érni. Akkor van egy kis olívaolajunk is. És elméletileg most az jön, hogy ezt a mévia szós kakaóvajos dolgot felolvasztjuk vízgőz felett, aztán ezt hozzákeverjük, összekeverjük, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, hoztam egy kis vizet, ezt felforraljuk, és akkor én azt találtam ki, hogy ebbe fogom rakni, hogy itt fel tudjon jönni a gőz, és arra rakom rá ezt. Aztán meglátjuk, hogy ez így ötlet volt-e. Csak itt megmondom őszintén, képzeljétek el, azóta nem szoktam vízgőzfalat olvasztani sütihez, mióta az egyik cukrász ismerősöm mondta, hogy ők a cukrászdából is bedobják manapság mikróba inkább. Hát jó, azóta nem szoktam, viszont ezt nem merem mikrózni, úgyhogy itt van nekünk a kis vízgőzünk. Felforraltam a vizet, lejjebb veszem a hőmérsékletet, ezt visszarakom. Így, és akkor... Na nézzük! Hát meglátjuk, milyen gyorsan fog ez itt nekem felolvadni. Na, ez most már egész jól felolvadt, akkor belerakom a sávajat is. És azt is beleolvasztjuk. Igazából ez tök olyan, mint mikor a margarint olvasztgatom sütéshez. De természetesen semmire nem vállalom a felelősséget. Látjátok, hogy mit csinálok és hogy készült. Meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Kicsit lejjebb veszem szerintem a hőmérsékletet még. És most már lassan föl fog olvadni. Egyébként a recept azt írta, hogy miután ezt felolvasztjuk, és úgy hozzáadtunk ugye így mindent, utána levesszük a gőzről, és akkor lehet az E-vitamint hozzácsepegtetni például. És enni kell hagyni egy 5 percig, utána pedig betölthető a kis ilyen kis anyakápoló tartó akármicsodába. És aztán elvileg 15 perc alatt a hűtőben meg is dermed, és készen is lesz. Hát meglátjuk. Na, ez minden esetre felolvadt. Úgyhogy akkor most innen én ezt le is veszem. Elzárjuk. És akkor hagyjuk 5 percig állni. Ú, viszont ez már most megdermett. 5 perc múlva ez full dermet lesz. Én nem tudom, hogy milyen jobb, hogyha beleöntjük ebbe esetleg, vagy ez ugye átázik. Vagy megvárom, hogy megdermedjen, és utána töltöm bele, de akkor nem tudom, hogy szépen bele lehet-e. Úgyhogy én most egyet kipróbálok, hogy mi történik, ha beleöntöm. Méghozzá úgy, hogy inkább akkor átrakom egy ilyenbe. Mondtam, hogy nem csináltam még soha ilyet, de az volt a lényeg, hogy mindenki meg tudja otthon csinálni, igaz? Akkor kísérletezzünk. És akkor ezt megnézem, hogy mi történik, ha átöntjük. Most a mennyiségek azok jelentősen kevesebbnek tűnnek nekem, mint ami a receptben volt. Szerintem ez az átöntés ez teljesen jó, viszont ebből a mennyiségből nekem egy jött ki. Meg hát itt lehet, hogy van még egyre való, de ez így kevésnek tűnik. Na, ezt olvasszuk vissza. És akkor lehet, hogy még egy adagot csinálunk minimum, mert meg kéne töltenünk még 4 ilyet. A másik pedig az, hogy én nem mertem egyből összerakni minden alapanyagot, én úgy látom, hogy lehetett volna, úgyhogy ide mindent most egy körben fogok belerakni. És hát akkor most nem is tudom, hogy mennyiségre mennyit csináljunk. Hát ugye én 10 g méviasztal kezdtem, akkor legyen 20.
Na hát azokat most félreraktam, ott hűlnek a kis ajakbalzsamjaim, és akkor a másik receptem az igazából csak annyi, hogy 50 g sávvaj, 25 g méviasz és 25 g növényi olaj, úgyhogy ez nem lesz egy bonyolult dolog. Akkor kell nekünk... Ne, kiöntöttem az egyiket, és ilyen lett. Megsérült szegény. Hát igen, ez a hátrány ennek a papírnak, hogyha lepröcskölöd, akkor ilyen csúnya lesz. És ugye ezt ajándékba szántam. Na mindegy. De legalább van tartalékom, amivel még újra tudom. Ó, kettőt is kiöntöttem. Nagyszerű. Aj, hihetetlen. Na mindegy. De még újra tudom tölteni. Egy. Jaj, gyerünk! Úgy. És akkor kicsit biztonságosabban fogom elrakni. Viszont az egyik már egész jól készen van. Ezt be fogom rakni a hűtőbe mindjárt. Na, de viszont itt kimérünk, közben ez meg elaludta. Oké, szóval kimérünk itt 50 g, 47 g, ez jó, sávajat. Így, ez 52 g, az úgy jó lesz. Oké, és akkor 25 g méviasz kell hozzá, ami még van bőven. És 25 g növényi olaj. Nézzétek csak, itt közben lett egy olyan jelenség, hogy amik megszáradtak, közben így egy kicsit összeestek. Úgyhogy én ehhez még öntök egy picit, ezt jó tudni, hogy ezt csinál ilyet. Ilyen kis lyuk lett a közepén. Úgyhogy erre még öntök egy kicsit. Thank you.
Fú, hát elkészültek a kis csomagocskák. Én töredelmesen bevallom, hogy nekem a díszítés az magán a csomagoláson nem tetszik, meg ráadásul elrontottam, hogy össze is masszatoltam a kis papírtokokat. Hát, hogyha újra csinálnám, akkor jobban átgondolnám, hogy mi lesz. Igazából nem is terveztem semmit a külsejére, csak amikor betöltöttem ezeket a kis műtyiket, akkor jöttem rá, hogy de ez így elég puritán, kéne rá valamit csinálni. És akkor így időm az nem nagyon volt ezt így se kitalálni, se megcsinálni, úgyhogy ez lett belőle. Nem életem büszkesége, viszont amúgy a projekt maga szerintem jól sikerült. Ha újra csinálhatnám, akkor nyilván tudnám, hogy nagyon kell vigyázni, hogy ne kenjem össze kívülről az ajakban a zsamtokját, illetve mi anyagot érdemesebb ilyen szempontból venni, mert az letakarítható, ugye? Hát igen, de egyébként viszont sikeresnek könyvelem el így ezt az egész projektet. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi az a véleményetek, meg az élményetek, hogy milyen volt ez a videó, tetszett-e nektek, csináltatok-e már valaha is ilyesmit, ha igen, és bevált receptetek van, azt mindenképpen osszátok meg velünk, hogy arra is kíváncsi lennék, hogy akármilyen más saját készítési ajándékot karácsonyra csináltatok-e már, mert én ezeket amúgy nagyon szeretem, én bélist is csináltam már, meg bombont, meg mindenféle ilyesmit. Hát remélem, hogy hasznos volt valakinek. Hát ennyi. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek. Sziasztok!